1952. október 1-én alakult meg Komáromban a Magyar Területi Színház. A szlovákiai magyar hivatásos színjátszás megalapításának 70. évfordulóján félnapos rendezvénysorozatot tartottak városunkban. Az évforduló napján elsőként a városi önkormányzat köszöntötte a jubiláló intézményt, és emlékplakettel jutalmazta a színház egykori és jelenlegi művészeit, akik meghatározó szerepet játszottak a Matesz és jogutódja életében. A város részéről szerettünk volna köszönetet mondani azoknak, akik ott voltak a hőskorba, alapító tag, és azok a szépkorú színészek és még direktorok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy lényegében a 70 éves színház ilyen színvonalas előadásokkal jelentkezik ma is. És szerettünk volna egy pillanatra megállni, köszönetet mondani, hogy Komárom kulturális életéhez így hozzájárulnak. Nagyon szerettem. Imádtam a színházat. Szerettem a szerepeket, szerettem. Az valami olyan érdekes dolog, mikor az embernek meg kell egy szerepet formálni. Nehéz, de szép dolog. Olyan csodálatos. Az ünneplés következő állomása a Tarics-Lőrinc Margit szabadtéri színész múzeum volt, ahol átadták az 1969-ben a Kassai Tália Színházhoz szerződött alapítótagok emlékoszlopait. Ők is alapítótagok voltak itt, és tavaly ugye megvolt az első szakasznak a fölavatója, és idén pedig ez a kis, úgy is készítettem el tavaly ezeket a pici kis sétánykákat, ha lehet annak nevezni, hogy legyen hely még azoknak is, akik elmentek ugye Kassára, és ott a Kassai Tália színpad alapítói lettek. A színházban megtartott esti gálaműsorban pedig a teátrum örökös tagjai, nyugalmazott művészei léptek színpadra. Mindenkitől azt kértük, a művész hölgyektől és uraktól, hogy bármi, amit szívesen előadna, egy vers vagy egy dalocska erejéig, hogy tiszteljen meg minket azzal, hogy eljön és együtt tudunk ünnepelni. A Komáromi Jókai Színház két gálaestel ünnepli jubileumát. A másodikat jövő év január végén, az első bemutató 70. évfordulóján tartják majd.